Szia, szia! Szeretettel köszöntünk a mentor programunkban. Meglátod, hogy óriási átalakuláson fogsz keresztül menni. Engedd meg, hogy megmutassam a programot belülről. Hogyha belépsz a tanulói felületre, akkor a saját menü megvásárolt videóid alatt fogod találni a filmeket, ilyen témánkénti felsorolásban. És itt a végén találod azokat a bónusz ajándékokat, amiket megígértünk neked, rajzolós kihívásokat, ahol 10 darab 4 órára elkészíthető rajznak a felvételét találod, fotorealisztikus rajzolásoknak a felvételeit, művészeti karneválok, rajzfesztiváloknak a felvételeit, ahol nem csak rajzokat, festményeket készíthetsz, hanem értékes interjúkat is találhatsz híres emberekkel. És ígértük még neked az akrilfestés modulon belül a festős kihívásainkhoz is a hozzáférést. Ha bemegyünk ebbe az akrilfestő modulba, akkor itt találod ezeket a 15 darab festményt, amit el tudsz készíteni. Ezeknek az elkészítésének az ideje attól függ, hogy mekkora méretben fested őket, ilyen 6-10 óra, amíg el tudsz készíteni egyet. Itt látsz egy ilyen rózsaszín kis csíkot a felületen, ami azt mutatja, hogy hány százalékban dolgoztad már fel az adott tananyagot. Ha belemegyünk ebbe a modul részbe, akkor itt látod azt, hogy ez hány filmből áll, egy-egy film az hány perces, tudod látni ezt, hogy meddig van jogosultságod nézni a filmeket, és tudod pipálni magadnak azt, hogy mi az, amit már megnéztél, és mi az, amit még nem néztél meg az adott filmek közül, és a filmek mellől pedig találod a letölthető anyagokat, eszközlistát, referenciafotót, vagy az előrajzoláshoz szükséges anyagokat. Ugye a mentor programunkban kétféle úton haladhatsz. Az egyik az, hogy fölépítettünk egy 42 leckéből álló sikerutat, amit a saját menü sikerút alatt tudsz találni, és itt vannak az, hogy mi a feladat, és ahhoz, hogy ezt a feladatot el tud készíteni, találsz egy kis videót, hogy milyen filmeket érdemes megnézni hozzá. Hogyha kész vagy egy ilyen leckével, egy feladattal, akkor csak nyomjál erre a rózsaszín gombra, és akkor kapsz egy ilyen kis jelvényt. Ezzel tudod magadnak jelezni, hogy hol tartasz már a sikerúton, mi az, ami készen van, mi az, ami nincs. Hogyha egy több jelvény összegyűlik, mondjuk a rajzmodulon belül, akkor okleveleket is fogunk neked küldeni. A mentorprogramban ez az egyik út, ahogy haladhatsz, a sikerút. A másik út pedig, ahogy haladhatsz, hogy csak azokat a részeket veszed ki ebből a teljes mentorprogramból, ami téged érdekel. Tehát, hogyha például a festéssel akarsz foglalkozni, akkor azt javasoljuk, hogy az akrilfestés modulon belül a festős kihívásokat csináld meg. Vagy hogyha a rajzolás érdekel, akkor a rajzmodulon belül a rajzolós kihívásokat csináld meg. Mindig az szokott lenni a probléma a mentorprogramos tanulóknak, hogy de nincs időm. Nincs időm ahhoz, hogy havonta egy darab festményt vagy egy darab rajzot elkészítsek. Ezért is raktuk bele ezeket a kihívásokat, a rajzolós és festős kihívásokat a mentor program tananyagába, mert ezek olyan rövid idő alatt elkészíthető rajzok és festmények, amik egy hónap alatt vállalhatóak. Hiszen hogyha lebontjuk ezt a 4 órát napi szintre, akkor az körülbelül 8 perc rajzolás jelent naponta. Tehát, hogy igazán úgy van fölépítve a tananyag, hogy időtől függően tudsz válogatni a tananyagok közül, hogy mi az, amit szeretnél megtanulni, és mi az, amit nem. Hogyha az a típus vagy, aki teljesen végig szeretne menni a teljes sikerúton az első leckétől a 42. leckéig, akkor azt mondjuk, hogy érdemes sorrendben haladnod, mert úgy vannak fölépítve a tananyagok, hogy a kezdőbb, egyszerűbb technikáktól haladunk folyamatosan a nehezebb technikák felé. És akkor a tanulói felületen még itt találod a webinároknak a felvételeit is. A webinárokat azt minden hónapban, hónap elején élőben tartjuk, Zoom programon keresztül, ahol mi is tartunk egy rövid előadást a webinár témájában, utána pedig kérdezhetsz, bárhol is tartasz az adott tananyagba, és megmutathatod a rajzaidat, az otthon készített rajzaidat. Ezeket a webinárokat, ha nem tudsz ott lenni élőben, akkor visszanézheted. Hogyha visszanézed a webinárokat, akkor a webinárok alatt fogsz találni olyat, hogy látod, egy ilyen másfél-két órás szokott lenni egy-egy webinár, mire minden kérdésre válaszolunk, de hogy a kérdések után még szokott lenni ilyen több ilyen kis rövid kis film, amit érdemes hozzánézni a webinárokhoz. Tehát érdemes visszanézni ezeket a régebbi webinárokat is, hogy ezeket a kis filmeket meg tud nézni.
Itt találod például a teljes 3 évre, tehát hogyha mondjuk valaki sikerúton végigmegy, akkor az körülbelül ilyen 3,5 év, hogyha minden leckét meg akarsz csinálni a sikerúton, akkor itt találod a teljes eszközlistát, hogy mi az, amit érdemes beszerezni a következő 3 évre. A mentorprogramhoz ugye tartozik egy Facebook csoport, ahol feltöltheted a rajzaidat, és ajánljuk is, hogy töltsd fel, hogy lássuk azt, hogy hol tartasz, mi az, amit csinálsz. Itt értékelést küldünk a rajzaidra, és hogyha a mentorprogramnak az áttörés, hogy az elit csomagját választottad, akkor videóban is 24 órán belül értékeljük ezeket a rajzokat. És akkor milyen élő programok tartoznak még a webinárokon kívül a mentorprogramhoz? Hogyha ugyancsak az áttörés, vagy az elit csomagot választottad, akkor minden hónapban élőben fogunk rajzolni, és élőben fogunk festeni. Olyan képeket fogok választani, ami jellemzően 4 óra alatt elkészíthetőek, és akkor ezeket is online közvetítéssel részt tudsz venni a saját otthonodnak a kényelméből. Úgyhogy várunk a mentorprogramba, találkozzunk a webinárokon, kezd el már most a tanulást. Ha még nem tudsz rajzolni, akkor javasoljuk, hogy a rajzolás modullal vagy a rajzolás kihívásokkal kezd. Hogyha pedig már ezeken túl vagy, akkor bármelyik modulba belenézhetsz és elkezdheted a tanulást. Ha bármi kérdésed van, akkor írd nekünk az infokukac.valdorf.hu-ra, és hogy meglátod, tényleg azt gondolom, hogy óriási fejlődésen fogsz keresztül menni. Sziasztok!